ilyen volt, és ilyen lett. Sőt, még ilyenebb. Mert hogy ez itt a Harsány lejtő az egyik legnagyobb budapesti ingatlan fejlesztési projekt, amit a BIFA, Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési NRT futtat itt a harmadik kerület szélén. Na de hogy mit keresek itt? Mert nem ezt, hanem azért jöttem vissza ide a Harsány lejtőre, ami a Csúcshegy mellett van, mert nem akartam én ezt elsőre leforgatni, csak aztán annyi visszajelzést kaptam meg, olyan hozzászólásokat a videóhoz, hogy kénytelen voltam visszatérni. Aki látta a Csúcshegyről szóló videót, ahol az emberek hát meglehetősen cudar körülmények között élnek, ugye nincs se víz, se gáz, se csatorna, az, ha ügyes volt, akkor kiszúrhatott az egyik felgyorsított autós részben néhány másodpercet. Igen, igen, ott jobbra felvillant néhány pillanatra jó pár újépítésű, minimál stílusú lakóház, sorház, társasház. Nem akartam ebbe az irányba elvinni a történetet, mert egyszerűen csak meg akartam mutatni, hogy Budapesten hogy élnek bizonyos részeken most 2018-ban az emberek. De elég sokat kaptak, mármint nem a államtól és nem Budapesttől, hanem a hozzászólóktól a csúcshegyiek, mert hogy rombolják a környezetet, meg engedély nélküli építkezés, és a többi, meg hogy miért akarnak ők mindenféle csatornát maguknak, hogy képzelik ezt az egészet. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy visszajövök, és megmutatom, mert ez ilyen kettő az egyben legalább, de inkább sok az egyben történet. Szóval megmutatom azt, hogy mi is választja el, és mennyi választja el egymástól a 21. századot, meg ahogy a főhősöm mondta tegnap, a 70-es évek vidéki Magyarországát. Ez itt tehát a Csúcshegy széle, ahol, ahogy már említettem, víz, csatorna, gáz, meg normális utak nélkül élnek az emberek, és ez pedig az utca másik oldala, ahol 600-700 ezer forintos négyzetméter áron épülnek épp sorházak, ikerházak, társasházak. Megnéztem a hirdetéseket. Egy 105 négyzetméteres, 20 négyzetméteres erkélyen rendelkező társasházi ingatlan, 4 lakásos társasházban. Hát 2 autónak való parkolási helyel már van 80-90 millió forintból meg is van. De azt hiszem, hogy az út minősége az sokkal jobban elmeséli ezt az egész faramuci helyzetet, mint ahogy a szavakba lehetne önteni. Tehát akkor Csúcshegy. Egyébként ez nem olyan rossz. Tegnapi videóban volt húzósabb is. Hát és itt hogy megyünk át? Aha. Simán. Jó. Itt lakunk, itt élünk, itt mozgunk. Nem kell megnyírni. Sutty! És már is megérkeztünk a normális Magyarországra. Ott nincs víz, gáz, csatorna. Itt meg 80-120 milliós ingatlanok. Csak mutatom, hogy innentől miért lesz rettenetesen lihegős a videó. Néhány évvel ezelőtt itt se volt semmi. A Harsány lejtő legelő, mező, rét volt. Most pedig a minimál győzelme mindenek felett. Amúgy a panoráma egyelőre szép.